Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd a öveket és nyújt be hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Ez itt a Média Zabálók, a Parallaxis Univerzum médiaipari podcastje. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a média zabálók 8. része itt a Parallax és Univerzumban a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Ezúttal egy igen fontos témát járunk körül, mely egyre inkább fenyegeti jelenkori digitális világunkat. Az adathalászat, az internetes csalás egyik legelterjedtebb formája, amelyet bűnözők alkalmaznak azért, hogy személyes és bizalmas információkat szerezzenek meg. Mai adásunkban erről fogunk beszélgetni állandó társaimmal, akiket sok szeretettel köszöntök elsőként Barkóci Norbi, digitális tartalom készítő autóbot, a szia, Norbi. Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Rögtön nevet is váltottál, mert hát Robi Norbi, hát nálam tudod. És Kubatovics Áron kommunikációs szakember álcát, szia Áron! Sziasztok, Norbi autóbot lett? Hát te meg Ah. De az álcák a rosszak. Igen, és kap, mert kaptam egy olyan megjegyzést, hogy ugye valamilyen kora, valaminek a kora mindig a műsorunk címe, ami azért a Transformers franchise-ra hajaz legalábbis a filmekre, hogy minden valaminek a kora, és akkor gondoltam, hogy akkor legyen egy kis uh, star, star Trek, Transformers. Én már nem tudom, hogy hol vagyok, viszont képzeljétek el, mielőtt belekezdenénk mai műsorunkba, pár adással ezelőtt foglalkoztunk a mesterséges intelligencia korával, és a műsor után fölkeresett engem. Balaskó Ákos, Petri György díjas költő és programozó, aki májusban adta ki a napk napkút kiadó gondozásában a Perceptron gyermekei című verses kötetét, amely a Magyarország, de talán lehet, hogy a világ első emi és, és ember közös gyermeke, tehát verses kötete, amit, amit egy költő egy emi asszisztálásával írt. És ha megengeditek, nagyon-nagyon sokféle vers van benne, teljesen átlagos, vagy hogy mondjam, tehát egy emberi versek is vannak benne, de én, 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 én az elborultabbak között hoztam egy nagyon rövidet, illetve három nagyon rövidet, amit megpróbálnék felolvasni. Hát nyilván nem fog jól menni, mert se beszélni, se olvasni nem tudok, de azért, de azért felolvasom. Ez a Kes című vers. Egy laptopot úgy hívtak Gyula, lassú volt, s elég fura. De ha újraindult, vásott lett, csak izgult, szerintünk nem is volt buta. Volt egyszer egy neurális hálózat, egy sejtje, nevezzük Lászlónak. Egy javításból tanult, mert kicsit elfajult, annyiszor tüzelt, hogy rászoltak. Volt egyszer egy ragyogó értelem, áttörést ért el egy éjjelen. De így szól, ha holnap kérdik, hogy latolgat, csak csinálom, lehet, csak képzelem. Hát ennél szemben kéne verset mondani, de, ez egy, de azért biztosan hajátok, hogy azért eléggé a, a ritmusá azért eléggé nehéz, de azért ez jobban fog menni, ez a hol 9000 a on éjjéneke. Nulla. Egy-egy, nulla, nulla, nulla. Egy-egy-egy-egy, nulla, nulla. Egy-egy-egy-egy, nulla, nulla. Egy-egy-egy-egy, nulla, nulla. Egy, 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 egy nulla. És akkor engedjetek meg egy utolsót, ez tényleg nagyon rövid lesz, öröm az a címe. Ha láttál már egy fehérjét, ahogy endorfint von maga után a planetáris lebeny dombságain át az örömet láttad magát. És, nem, és egyébként úgy olvastam felszarul, hogy nem most olvasom először. Na mindegy, nagyon izgalmas szerintem, úgyhogy talán egy szubzsáner epizódot mindenképp majd megér ez a, ez a verses kötet. Nálam hozzáértőbbek beszéljenek szerintem erről a, erről a témáról, és olvassanak <laughs> ők verset. De, de azt említetted a hallgatóinknak, hogy a költőnek segített a megírásában a mesterséges intelligencia? Hát így mondtam, hogy egy emi és egy költő által vagy ember által közösen uh -huh. írt. Uh -huh. Uh -huh. És ilyenkor a, a jogdíj az kit illet az emi részéről? Hát ez egy nagyon jó kérdés, ez egy nagyon jó kérdés, de hát ebben az esetben én nem tudom ennek a folyamatát, hogy hogy születtek ezek a közös versek, de hát mondom, majd talán egy szubzsáner epizódban ezt, ezt felgöngyelítik a hozzáértők, mert ez érdekes kérdéseket vet föl, mint azt már egyébként korábbi adásainkban is boncolgattuk, de hogy mi is pontosan az az adathalászat, mert biz lehet, hogy nem mindenki tudja, ugye az adathalászok hamis e-maileket, weboldalakat és más digitális kommunikációs csatornákat használnak, hogy áldozatokat csaljanak ki, hogy áldozatokat csaljanak ki, hogy az áldozatoktól fontos információkat csaljanak ki, én nem tudom, mi történik most. Gyakran ezek az üzenetek vagy oldalak hivatalosnak tűnnek, és általában sürgető üzeneteket tartalmaznak, hogy rávegyék az embereket a válaszadásra, vagy a személyes adatok megadására. A legnagyobb hazai pénzintézet is figyelmeztet, hogy megint az online piacterek, közösségi felületek eladóit veszik célba a csalók, vevőként jelezve a jelentkezve a hirdetésre. A vevők, azaz a bűnözők elkérik az eladó e-mail címét, majd az e-mail cím megadását követően a gyanútlan feladónak például a Foxpost nevében e-mailt küldenek, az üzenetben szereplő linkre kattintva az áldozatot egy hamisított Foxpost oldalra irányítják, ahol a bankot kiválasztva a formai tartalmi elemeivel rendelkező felületen elkérik az internetbanki belépéshez szükséges azonosítókat, ezt követően a csalók a megszerzett belépési adatokkal az internetbankon keresztül már hozzáférnek az áldozatok bankszámlájához. És mivel már a hallgatóink könyörögnek, hogy kussoljak, ezért át is adnám nektek a szót. Igen, amit, amit most felvázoltál, az egy ilyen, igen, eléggé tipikus, vagy eléggé így, nagyon elterjedt módja az adathalászatnak, vagy ugye a phishing angol kifejezésből származhatott, hát eléggé kártékony, és hát igen, a csalók egyik közkedvelt módszere. Lényegében igen, tehát hogy valamilyen módszerrel, átvezetéssel, valami, valamilyen csalással kiszedjenek tőlünk információkat, és ugye maga az adat ebben a szempontban, ebben az esetben ugye nem a, nem a vég célja, hanem úgymond csak az eszköze. Tehát, hogy egy jelszót, valamilyen, valamilyen adatot, ugye kinyerjenek, és utána, azt ők hát nyilván káros módon ö, felhasználják, és akkor már csak azt látod, hogy ö, jött, egy, ö, jött egy értesítés, hogy a bankszámládról ennyi meg ennyi összeg eltávozott, és akkor innentől kezdődik a baj. De hát... Ö, hogy mondjam, ami mióta ugye ennyire széles körben ugye elterjedt a, az online bankolás, de mondjuk azért a Covid is azért ezeket a dolgokat elég erősen megdobta, ugye nem mentünk sehova, még aki előtte nem is annyira, már az is elkezdett online intézni mindenféle tranzakciókat, pénzügyi dolgokat, csak egy, egy, online rendelést, nyilván ezzel együtt a, a, az adathalászatok Száma is megnövekedett az van, hogy én nem nagyon, tehát hogyha most így elkezdünk komolyan beszélgetni, ezt érezni fogjátok rajtam, hogy én nem nagyon tudok indulatok nélkül ebben a tévában megszólalni, mert, mert, tényleg nagyon gyűlöletes dolog ez, hogy, hogy, hogy átlag embereknek az ilyen megtakarításait csak azért, mert félre kattint az apuka vagy az anyuka, tényleg sok ezer, sok tízezer dollárt eurót leszednek egyik piacra a másikra, és nem igazán van védelem. Lehet mondani azt, hogy jobban figyelt volna az apuka, de most már annyira vagy az anyuka elnézést kérdezik, de most már annyira szofisztikált módszerek vannak, hogy egyáltalán nem triviális az, hogy kiszúrja egy átlagfelhasználó azt, hogy az az adatbekérő, amit ő kap, az, az hamis adatbekérő, az nem valós információkon alapul, és a, nem véletlenül mondom, hogy nincs ellene védelem, mert igen, ha időben észreled, esetleg fölhívod a bankodat, és akkor a bank mondjuk félúton megállítja a tranzakciót, de lehet, hogy nem veszed észre, lehet, hogy éjjel történik ez meg, amikor, amikor leszedik róla a pénzt, vagy lehet, hogy nem veszed észre csak két nappal később, és egyre többször van az, hogy a bankok már nem, nem állnak helyt az adott hamis tranzakció mögött, hanem azt mondják, szétteszik a kezüket, hogy hát kellett volna jobban figyelni. Tehát ez tényleg tud emberi tragédiákat okozni, és fú, én nagyon, nagyon, tényleg nem, nagyon, nagyon, fú, én nagyon gáznak tartom, nagyon ki vagyok akadva. Mindazonáltal én is, én is teljes mértékben ezeket, ezeket elítélem, és, és kifejezetten én is derül a olvasom, amikor mondjuk napi lát egy, egy ilyen cikk, hogy elkaptak, lefoglaltak, előkerítettek, stb. ilyen csalókat vagy csapatokat. De azért egy picit én, én, én a felhasználó, az egyéni szintjét is kiemelném, tehát de muszáj, muszáj az egyéni felelősséget is bevonni, tudatosan kell ezeket az eszközöket is használnunk. Ugyanúgy, ahogy azt már, azt már a mióta pénzt használ az ember, ugye ez már lehet ered, hogy ha a boltba mész, ha az utcám, és a többi, azok az óvintézkedések, amik ugye a fizikai támadás ellen megtesz az ember. Nem szabad szóval naívnak lenni az online térben sem, itt is meg kell azokat tenni, és mint már számtalanszor erre a következtetésre jutottunk ebben a műsorban, hogy ugye az oktatás, és kifejezetten a, a digitális eszközök és az internet használata, és az, ez ennek a megtanulása, mert akármennyire is mostanában már ugye szoktuk mondani, hogy a gyerekek a kezükbe a telefonnal születnek, de nem, ezeket is meg kell tanulni. Az idősebb generációnak is ezt meg kell tanulni, és értve kell ezeket használni. Sajnos nem csak az idősebb generáció, ami fenyegetett. Én talán ti pontosan tudjátok, hogy néhány hónappal ezelőtt, sőt, ez a műsor azért jött létre, mert néhány hónappal ezelőtt én is majdnem beszéltem az adathalászok csapdájába estem majdnem, sőt, igazából tulajdonképpen bele is estem, csak nagyon nagy mázlim volt, és azért én nem mondanám magamat, jó, hát nem vagyok már 20 éves, de azért viszonylag kiismerem magam a digitális világba, de ismeretlen helyen, konkrétan a jófogáson, amikor szembejön velem egy egyébként hihetőnek tűnő üzenet, akkor az ember hajlamos arra, hogy, hogy meggondolatlanul, vagy, egy, vagy, vagy, jobban hirtelen rutinból cselekedjen, és ne gondolja át, hogy ez most egy másik platform, itt most más a dolog, de ti estetek már adathalászok csapdájába? Én, én, közel voltam hozzá, de még nem. Azt hiszem, hogy nem is, nem is, fogok. Viszont Norbi egy picit vitatkoznék veled annyiban, hogy igen, tehát persze van felelősség az egyénnek, én ezt nem akarom elvitatni, ugyanakkor az, az, az biztos, hogy nem igaz, hogy csak az idősebb korosztály. Attól, mert a, a fiatalok mobillal a kezükbe születnek, ugyanúgy ö, átsik kolhatnak, fú, de csúnyed a szó. Mindegy, hogy a, a mindennapi gyors életünk során lehet, hogy nem vesznek észre olyan apró jeleket, ami miatt kiszúrhatnák, hogy ez egy ez egy, ez egy megtévesztő phishing akció. A, a Labor IT-nek van egy elég friss adása, az egy híres IT, IT technológiával foglalkozó podcast, és ott az történt, hogy Kuketa fölhívta egy magyar csaló, egy magyar átverő, a, pont a podcastert, aki rögtön bekapcsolta a telefonját, és Fölvette az egész beszélgetést, ami úgy indult, hogy egy hölgy a bank nevében fölhívta. Tehát itt egy social engineering van, ez már ugye a, a phishing mellett egy második fogalom, amikor egyéb megpróbálnak. Tehát, hogy úgy tesznek, akár, akár telefonon keresztül is, hogy mintha ismernének téged, mert mondjuk előtte megnézték a Facebook profilodat, Instagram profilodat, stb. Tehát, hogy egy, egy női hang megkérdez az adatait adatait, adategyeztetésre, majd kérdezi, hogy mehet-e, kapcsolhatja az IT-s kollégát a banktól, mert gyanús pénzmozgásokat láttak. És addig, addig ment a beszélgetés utána az IT-s kollégával, amíg, és ezt mi végighallgathatjuk a podcastban, amíg tök egyértelmű vált, hogy hogy néz ki ez a csalás forma. A 20 perc után lebuktatta magát, hogy hello, én egy podcaster vagyok, és az egészet fölvettem, és majd kiraklak téged az internetbe, és utána neki állt beszélgetni ezzel a csalóval, nagyon tanulságos végighallgatni ezt az adást, nem olyan hosszú 30-35 perc, ugyanakkor, és ez a döbbenetes, és tényleg iszonyúan ki vagyok ezen akadva, be, elmondta a fickó, hogy 10-ből 8 embernél működik az a módszere, amit csinálnak ketten. 10-ből 8, nem számít, hogy ki mennyire, hány diplomát rendelkezik, nem számít, hogy ki hány éve foglalkozik az IT-vel, ez sajnos olyan mértéket és olyan problémát kezd okozni, ami, ami azon túl, hogy az egyének van felelősség, én nem tudom, hogy, hogy pluszba még hol lehetne ellene föllépni. Tényleg nagyon ki bukva. Szerencsére nekem még nem volt ilyenem. Én azt a, 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 csak a gőgő mondatja velem, hogy, hogy, nem is lesz ilyen, de egyébként simán lehet, hogy, hogy lesz ilyen az életem során lenne helye, ahol ezt igenis lehetne edukálni a nagy közönséget, az embereket rá. Nem tudom már, hol van a médiaunió, és hol vannak azok a szervezetek, azok a társadalmi célú hirdetések, azok a tévéműsorok, vagy bármi, ahol erről szó van, mert hogy azt akarom mondani, hogy nem, nem, nem elég az egyenes beszédben erről beszélni, hanem, hanem az rtl ellen, a híradó előtt társadalmi célú hirdetésben, a fókuszban, a tények pluszban, tehát olyan műsorokban kell erről beszélni, egyrészt a hírműsorokban, nagy közönséget elérő hírműsorokban, másrészt meg egyébként olyan nagy nézettségű műsorokban. Mint a Parallax is. Így van, ahol lehet eleget mondani ahhoz, hogy, hogy, nem baj az, ha mindig, mindig gyanakszunk, és, és nem, nem megyünk neki, de, de, de ez azért is, és szerintem azért is könnyen, sokan könnyen dőlnek hirtelen bele, mert ahogy itt a, az OTP-nek a, a, felhívásából idéztem, amit egyébként a, a telefonos ügyfélszolgálaton is elmondanak, már mint egy gépi hang bemondja. Konkrétan a, a jófogás kapcsán futottam bele én is ebbe a dologba, pontosan ugyanebbe, amit az OTP is leír, abban a pillanatban, ahogy jött, fölraktam egy tárgyat, ó, pont jött rá, gyorsan, akkor legyünk rajta túl, közben én is csináltam a dolgom. Persze, hogy az ember egy kicsit esetleg kezd belefutni a dologba, és nem biztos, hogy, hogy jókor tud megállni. Visszatérve az eredeti kérdésedre, Ádám, igen, öm, nekem is voltak kísérletek telefonos jellegű. E-mailben e-mailben millió, meg egy, de nagy szerencsére azért például Google, meg társai, ezért már a, a spam szűrőjük ezek egy részét elég jól meg tudja fogni, úgyhogy azokat így nem is említem, de nyilván volt nekem is telefonos, de inkább nem azt mondanám, hogy én voltam nagyon penge, hanem ők voltak nagyon bénák, tehát egy pár perc után már elkezdett nagyon rezegni a léc, hogy akkor itt most postai úton vissza lehet utalni, vagy mondom, micsoda, úristen, úgyhogy szerencsére én elegű nem volt, hogy, hogy kár is érjen, és abban is igen, igazad van Áron, hogy, hogy a fiatalokat is ugyanúgy, tehát igen, ez, ez, ez így nem, nem jó megfogalmazás, hogy csak az idősebb korosztály, sőt, sőt, nekem, nekem amúgy is van egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy kutatásom, de már, de már több fronton is érdeklődtem, hogy a mai fiatalok és mondjuk a, a, a számítógépes kultúrájuk, és hogy az kb. milyen szinten állhat, és nyilván itt, itt nagy buborékokba is bele lehet futni, mert van, aki nagyon penge és nyomatja a dolgokat, valaki pedig tényleg csak pörgeti az Instát és a TikTokot, és tényleg nem is tudják, hogy mi, mi áll mögötte, vagy hogy hogyan is működnek a dolgok, úgyhogy nagyon könnyen bele lehet futni. És amit mondtatok, hogy ez egy, ez egy ilyen tudatos helyzet, amit nyilván a támadók alakítanak, és ők formálnak, ez egy, ez egy pszichológiai hadviselés. Egy olyan helyzetbe tesznek téged, egy olyan stressz, egy nyomás alá, hogy ott, aki, aki, tényleg nem erre van kiképezve, és nem egész nap ezen mozog, akkor az egyből, egy, egyből egy ilyen védekezési pozícióba kerülsz, ahonnan, ahonnan ugye nagyon, nagyon kicsi a mozgás mozgástered, és ugye nyilván úgy jönnek, már, már úgy keresnek, hogy ők már segíteni akarnak sokszor, hogy ők látják, hogy valami baj van a bankszámládon, és hogy ők nyújtják a segítséget, úgyhogy egy ilyen helyzetben Tényleg ö, ö, nagyon oda kell figyelni, de igen, amit mondhatok, hogy, hogy itt is egy picit szkeptikusnak kell lenni, és, és, és azért vannak apróságok, dolgok az e-mailesnél is, telefonos adathalászat esetén is, amiket, hogyha azért ö, odafigyelünk azokra a kis részletekre, akkor, akkor ott ö, meg lehet fogni a dolgot. Szerintem nagyon fontos, amit mondtál, hogy beleraknak minket egy, vagy belepróbálnak minket helyezni egy pszichológiai helyzetbe, mert uh, igazából, hogyha van rá egy kicsi uh, antennánk, vagy radarunk, akkor, akkor uh, föl ilyen sárga zászlók, hogy így, tehát yellow red, flag, red flag, így, red flag, Meg Red flag. Tehát ez van ezek az angol kifejezések, először csak a sárga zászló, de aztán a vörös zászló föl, fölbukkan, hogyha azt, tehát, hogyha túl jó, az az ajánlat, amit mondanak, akkor az legyen egy rögtön egy, egy, ilyen... Túl szép, hogy igaz legyen. Ha túl szép, hogy igaz legyen. Ha sürget, ha azt mondja, hogy 24 órád van, hogy a nigériai herceg levelére válaszolj, hogy tiéd legyen az 1500 millió euró. Szóval és, ha 23 óra 59 percén nem válaszolsz, akkor vége az ajánlatnak. Ez egyébként a klasszikus marketingben is létezik ez, amikor megnyitsz egy weboldalt, és ki kijön a, rögtön a számláló, ami 5 percnél indul vissza, és ha 5 percben előfizetsz az adott weboldal szolgáltatására, akkor még megkapod 12 euró, és egyébként meg 18 euró lesz a havi díja. Tehát ez ugyanez, ezek ilyen pszichológiai sémák, és ezeket így vég lehet venni, hogyha a magyarsága, mert még nem tökéletes a, fordító program, Program, amivel használják ezeket a botokat, mert nyilván nem kisgyerekek gyerekmunkával írják ezeket az e-maileket, hanem botok, tehát algoritmusok vannak ide le leprogramozva. Ha nem elég jó a magyarsága, akkor rögtön legyen ott a, a kicsi lámpa a fejedben, gyújjon ki. Tehát megvannak ezek a dolgok? Szóval én azt gondolom, hogy ez a, az e-mail alapú, a spam alapú ilyen csalás az, az a legegyszerűbben ellenőrizhető és a legegyszerűbben edukálható a nép, arra megnézett ki a feladó. Ha ő azt állítja, hogy az OTP-től ír neked, és nem otpbank.hu a vége, akkor teljesen mindegy, biztos lesz benne, hogy nem az OTP-től ír, vagy bármelyik banktól. Tehát ezek szerintem egyszerűbben, ebbe is biztos sokan belefutnak, bár az, aki szerintem egy nigériai hercegnek, most ennek tök mindegy, most ezt hogy fogalmazunk, mindenki tudja, hogy mire gondolok, átutal pénzt, az meg is érdemli. Nem, nem mondhatsz, nem mondhat sziet, hogy megérdemli. Nem mondhatsz De meg is érdemli, tehát, hogy akiben ennyi digitális tudás nincsen, az ne menjen föl az internetre. akinek nincs jogosítványa, az se be egy autóba, mert nem tud Más Máshogy mondom, aki nem tud vezetni, az se be egy autóba, mert nem jogosítvány függő. Tehát, ez... Itt, it, it ketté, ketté a történetet olyan szempontból, hogy az adathalászatnak milyen módszerei vagy fajtái vannak, és ugye van az egyik, amikor ugye mindenre lövünk kategória, Öh, Sokszor hányszor halljuk azt, hogy feltörtek valami hatalmas adatbázis, és e-mail címek kiszivárogtak. És akkor hát onnan Nabum, na, hát az e-mail címen publikus kit érdekel. De a történet ott kezd érdekesen hogy hogyha több százmillió meg milliárd e-mail címről van szó, és ez valakinek egy adatbázisban megvan. Akkor jön ugye ez a rész, hogy akkor kiküldjük mindenkinek. Egy fordítóprogrammal, egy bot lefordítja 20-30 nyelvre, a fele teljesen, teljesen szar lesz, magyar talan, meg nyilván az adott nyelv, de nem baj, nem baj, mert egy milliárd e-mail címből, hogyha csak egy tized százalék is vissza fog válaszolni, az már egy hatalmas igen, ezek talán amire könnyebben azt mondanád, de amíg például te mondasz, Ádám, simán vannak olyan kicsit, úgymond nem szofisztikáltabb, kifinomultabb adathalász technikák, amikor kifejezetten egy adott célpontra fókuszálnak, és akkor itt lehet vállalatigazgató, akármilyen pénzember, híres ember, stb. Amit ugye, és akkor itt bejön az a kifejezés, amit a már használt, hogy a social engineering-el mindenféle információt összetudnak gyűjteni, ami elérhető szabadon az interneten, a digitális lenyomatod, lábnyi, láblenyomatod, és ezeket az infókat szépen megfelelő ütemben csepegtetve úgy találják, hogy ők gyakorlatilag mindent tudnak rólad. Hát de hát végül csak a bank tudhatja ezeket rólam, mert, mert amúgy ki más is tudhatná. Mondjatok olyan dolgot, amit a bank tud, meg mondjuk a közösség médiából elérhető, mondjuk egy születési dátumon kívül. Ez screen, kiraktál egy screenshotot a, 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 képernyődről, hogy ha nézni ilyen vicces, és akkor a jobb felső sarokban meg van nyitva neked valami, ami, ami, nem kellett volna, hogy megnyitva legyen. Egy, 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 egy banki azonosítód akármit, és akkor már az e-mailben ott lesz, hoppá, banki azonosítom, hoppá, telefonszámom ott van, tehát stb. Egy csomó olyan dolgot, amit megosztunk akaratlanul is, tudatalatt, persze, kit érdekel. De ezekből a kiskockákból össze lehet rakni az egész képet, és már úgy tudom találni neked, hogy én persze, megbízható ember vagyok. És onnantól kezdve egy e-mailezésbe egy, egy e nem tudom, belefolyva, esetleg, hogyha még hozzáteszünk, hogy vállalati rendszerbe ö, is, is ö, betörnek, vagy belépnek, egy bizonyos ponton, amikor ott van a me megfelelő pillanatban jön egy e-mail, hogy akkor itt van a itt van a bankszámlám, erre kell küldeni. Egy tök valid beszélgetésben, ahol már megbeszéltétek az összes részletet, megjött az e hogy na erre a számára kell utalni, és elutalták. Jó, de ez már nagyon speciális formája azért. Így van, ez igaz. Ennél sajnos szerintem rosszabb a helyzet sokszor, mert Magyarországon is vannak óriási adatbázisoknak a kiszivárgásairól szóló hírek. Egy részét szerintem ráadásul nyilván el is titkolják, hogy ne legyen túl nagy pánik, tehát hogy mennek ki adatok az emberekről, és akkor, amikor mondjuk így tényleg social engineering -el, tehát igazi élő ember fölhívja a másikat, mert, mert, mert őtől le akar valami, hát nyilván a végeredményben pénzt kicsiholni, vagy kiszedni, akkor, a, a, és, és közben mondja sürgetőleg a telefonba, hogy most látjuk, hogy valaki utal az ön cégének a nevében. Tehát most látjuk, csak azonosítanunk kell magát, tehát hogy ott rögtön, tehát az élő telefonbeszélgetésben elindul ez a fajta sürgetés, és utána azt mondja, mert ő tudja, hogy mondjuk van egy kutyája, hogy de maga megadta három kérdést, ilyen biztonsági kérdést, az egyik a kutyanevé nevé volt. És neki csak annyit kellett tudnia, hogy, hogy, hogy van egy kutyája, és ő megválaszolja a gyarútlan válaszoló, és persze, hogy azt mondja, hogy igen, az jó. Oké, és akkor te megnyugszol, hogy te valóban a, a rendszergazdával, holott lehet, hogy a bank nem kérdezte meg, soha nem kérdezte meg ezt a három kérdést, csak az ember abban a stressz helyzetben, amikor őt fölhívják, és közben sürgetik, akkor közben el is felejtő, hogy de a cibnél. Nekem, vagy most mondhattam volna OTP-nél, nekem, nekem nincs is ilyen, már, hogy se, kérdés, old, hát ez nem, hogy három sem nem úgy, úgy működik, Isten. ez nem egy... <laughs> meg sose volt kutyám, tehát hogy, hogy én nem így működik. De hadd had, had térek vissza még, még kettő, vagy nem tudom hány témával ezelőtti dologra. Uh, én egyetértek veled, nem és tökre igazad van, hogy az embereknek észre kéne velenniük, hogy az a nyomorult feladó, az nem kukac OTP pontú. Tök igazad van. De ha... Tíz emberből nyolcat megkérdezünk, hogy amikor kap egy e-mailt, megnézi -e a feladót, akkor 10 8 nem tudja, hogy az hol kell megnézni, mert a Gmail most már úgy működik, hogy nem mutatja meg alapvetően, csak a nevet, ami az e-mailhez van párosítva, de magát a konkrét e-mail címet nem, tehát bele kell menni a levél forrásába. És ha egyébként tudod, akkor sem ész bele. Tehát, hogy van egy, itt egy eleve egy olyan probléma, hogy emberek nem is tudják, hogy tulajdonképpen a feladó az nem azt jelenti, hogy OTP info, hanem van mögötte egy e-mail cím, barátom. De, de, tényleg, tehát, hogy én értem, hogy ezen nevetünk, de tényleg itt vagyunk, és ez nem azért, mert ilyenek az emberek, vagy olyanok az emberek, hát, tehát nem buták, nem arról van szó, nem ezzel foglalkoznak. Ő gyereket nevel, vagy pék, vagy ács, vagy tanár, vagy kukás, vagy marketinges, tök mindegy. Nem ez a, nem ez a feladata. De mondok el is, hogy sokkal rosszabbat, mert hogy tényleg borzasztó esetek vannak. szándékosan egy konkrét példát hozok ide amíg beszéltetek, addig gyorsan előkerestem. Tehát és lehet, hogy politikai a, téma, de, de ha ezt nem politikailag fogják használni, akkor ugyanúgy működik. A 2018-as kambodzsai választásokkor csinálták meg azt kínai hekkerek, hogy küldtek e-mailt a ellenzéki, vagy nem tudom, kihívó szerepben lévő kambodzsai politikusoknak, hogy ők egy emberjogi szervezettől vannak, és interjút szeretnének kérni. És az e-mail tehát ez egy teljesen valódi e-mail volt, és a feladó az nem valami kamó, hanem mit tudom én, hotméres volt, vagy gmail, mit tudom, hogy hát ilyet lehet csinálni. Ilyen. És visszaválaszolt, hogy oké, okay, persze adunk interjút. Oké, okay, és a válaszba küldtek egy Word dokumentumot, amit kérték, hogy töltsenek ki, mert abban van, hogy akkor az interjú részetei, ez a három kérdés, amit fixen föl fogunk tenni. Ahogy a Word dokumentumot megnyitották, települt ezeknek a politikai szereplőknek a gépére a, a, a trójai vírus. Slusz? Felejtsük el, hogy ez politika, és mondjuk azt, hogy ugyanilyen fajta social engineering-gel megcéloznak AI által írt botok és szövegek, nem interjú ké kérése, hanem valami banálisabb, az élet általánosabb területével kapcsolatos dolog, és a harmadik ívőbe kapnak egy válasz vördöksét. Tehát, hogy, és ezt nem kell, ugye a 2018 nem AI írt, ott tényleg kínai írták, de ma ott tart a GPT technológia, meg ezek a nagy nyelvi modellek, hogy szerintem csak akarat kérdése, hogy ilyen támadásokat százezre nagy nagyságrendben csináljanak kifejezve. Szóval én, én, ezt komoly gondnak tartom, és szerintem van a bankoknak, oké, hogy van a oktatásnak felelőssége, meg az embernek felelőssége, de szerintem a bankoknak, sőt a biztosítóknak is van a felelőssége, én sim, meg a médiának is, én simán el tudok képzelni biztosítási csomagot, tehát én havi ezer forintot akarok pluszba fizetni a bankszámlám mellé, de legyen biztosítva támadások ellen, és a bank térítse meg, hogyha bármi ilyen nem van. Szóval, hogy én azért sok mindent el tudnék képzelni, ami, ami most jelenleg nincsen. Google statisztika naponta 100 millió 100 millió nagyságrende annak, hogy mennyi phishing e-mailt kap el, csak a Google saját belső spam spam szűrője. És ehhez kapcsolódó még egy másik ilyen érdekes statisztika, hogy a, a jelentett ilyen biztonsági incidenseknek a 80 százalék, kb. 80 ami valamilyen úton mondom, de phishingből indult ki, vagy phishinggel kapcsolatos. Úgyhogy igen, itt volt szó most elég sok mindenről a, a, a bankok és a biztonsági rendszereknek a, a, a megbízhatósága, de de azért a legtöbb ilyen biztonsági szakember mindig az, az, oda lyukadunk ki vissza, hogy az ember a, a szűk keresztmetszet, tehát hogy akármennyire robosztus lehet egy rendszer, hogyha mi nem vagyunk elég kö, körültekintőek, akkor a világ legprofiabb rendszerébe is be tudnak jutni. De És mert... az AI? Az AI segíthet nekünk ebben? Nem akarom belétfolytani, ezt ott fejezben nyugodtan, de szerintem beszéljünk utána erről, hogy az, az segíthete nekünk. A biztos vagyok benne, hogy, hogy felgyorsíthatja. A folyamatokat, mint ahogy más-más területeken is. Ö, könnyítés, felgyorsítás, automatizálás révén igen, biztosan meg fognak jelenni, tehát most már még jobban elérhető lesz, hogy tökéletes, közel tökéletes magyarsággal legyenek megírva azok a adathalás címek is, amik eddig az elején mondjuk tegeztek, aztán magáztak. Igen, a magyar nyelvben ez mindig előjön, de nem ezt, bocsánat, nem ezt kérdeztem, hanem visszafele, Tehát az AI segíthete nekünk abban, hogy olyan rendszerek kerüljen, kerüljenek a piacra, vagy a, vagy, a, elérhetővé online, a Google, vagy bárki által, amik nagyobb biztonsággal tudnak ellenőrizni. É, én értem, értem igen, mire gondolsz. Ezekben a technikai részletekben én annyira nem vagyok benne, de viszont abban biztos vagyok, hogy már már mai nap is használ ilyen rendszereket. Amit az utolsó gondolatod, hogy amennyit mi látunk ebben ezekből tényszerűen, az szerintem csak a jéghegy csúcsa. Tehát, hogy a háttérben ez, ez, ezek olyan jól kell, hogy működjenek, hogy, hogy csak egy minimális, ami, ami át is jön hozzánk, ami attól függetlenül továbbra is nagy sok problémát tud okozni, de ezek a, ezek a rendszerek ezek a háttérben folyamatosan dolgoznak. Biztos, hogy lesznek ilyen éjjék, -ok, meg sőt, már vannak is. Kicsit hasonló lesz ez, mint akár a ellophatatlan autó és a lopásgátló cuccok, vagy a betörésgátló eszközök és a betörők közötti folyamatos ö, harc, vagy a vírusírtók, amit említettél, és a vírusok közötti dolog. Tehát egymást ö, kicsit a vírusírtó jobb, aztán utána megint születnek olyan vírusok, amik viszont átmennek a vírusírtón, tehát nyilván ezek ilyenekké válnak. Ez sajnos nem fog szerintem eltűnni a világunkból, ez egy újabb olyan szelete, ami ellen folyamatosan küzdeni kell. Egyik, az egyik legnagyobb magyarországi startup, az pont ezen a területen dolgozik. Ők pár évvel ezelőtt fejlesztettek egy olyan rendszert, ami elég jó hatékonysággal kiszúrja a banki tranzakciókban, és a Paypal, és egyéb tranzakciókban, hogy mi kamu, mi nem kamu, és ezt árulják, és árulták, és már Revolutra kezdett csomó helyen az ő Magyarországon fejlesztett termékük van, és most már van irodájuk Amerikában, egy csomó helyen vannak, szóval ez egy, ez egy, ez egy fejlődő terület, ott, ott van értelme, ha valakinek van ehhez affinitása ilyesmi védelmi rendszereket fejleszteni, mert, 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 mert tényleg sok milliárd embernek a a tranzakciójáról van szó. Eddig munkahelyem tekintetében nagyvállalati környezetben dolgoztam, és azért ott talán, talán azt kell, mondjam, hogy mondjuk ott nagyobb hangsúlyt fektetnek ezekre a dolgokra. Ugye rendszeresen van ugye ilyen kibervédelmi, kiberbiztonsági tréning, amiket kötelező elvégezni mondjuk fél évente, egy évente, és emellett rendszeresek az úgymond a vállalaton belüli ilyen tesztek, Data, adathalász tesztek, hogy ugye jön egy e-mail, és akkor, haló, szia, itt van, amit kértél, itt van, a rend, itt van a rendelésed, kattints ide, esetleg egy finom kis csatolmány, ott van, nyisd meg, 24 órát van, az e-mail cím majdnem az, csak a P helyett kúbetű van írva, az aláírás nem stimmel, nem az a cégnév, ami mondjuk az e-mail címnek a doményébe. minden ilyen kis apróság, ami, ami, szemet szúrhat, ezek közül valamelyik benne van, és hogy ezt lehet valatói környezetben, ugye sokan lehet, hogy ismerik az Outlook-ot, ezt használják, és azon keresztül ugye, ezeket lehet jelenteni, és, és a bálati belső rendszerben pedig így, nyilván ezt meg nyom lehet követni, hogy hány felhasználó kattintott rá, hányan jelentették ezt, a, ezt az áll adathalász e-mailt, és hát valamilyen szinten azért nyilván ez sem százszerzékos védelem, nem arról van szó, de valamilyen szinten mégiscsak mondjuk napra készen, vagy egy picit úgymond az, az éberségét az embereknek így fent lehet tartani. Ezeknél a rendszereknél az esetek döntő többségében az emberi tényező az, ami a legfontosabb. Működhet akármennyire jól egy AI vezérelt biztonsági rendszer, ha most tényleg elnézést kérek előre minden titkáról, de ha a titkárnőn átmegy, vagy ő megnyitja azt a PDF-et, akkor akármennyire biztonságos lehet a cég, az a támadás az a, a sikeresé tud válni. Talán két évvel ezelőtt volt, most emlékeimben kutatok, amikor az egyik legnagyobb magyarországi autóalkatrész logisztikai cégnek a teljes rendszerét megfektették támadók, és zsarolták, tehát hogy ők bezsarolták, nem tudom, százer dollár, vagy nem tudom mennyire, hogy különben törölnek minden adatot, a backupot is betitkosították mindent, tehát hogy az egész cég megállt talán két napig, és utólag visszafejtették. Azért lehet tudni, mert ők kiadtak egy riportot, egy ilyen biztonsági riportot, hogy na, mi történt, és mi csináltak utána, hogy többet ilyen ne történjen. De ott, ott tényleg konkrétan az történt, hogy jött egy e-mail, benézte az egyik munkatárs, megnyitotta, és már ben voltak a helyi hálózaton, és az úgy volt megírva az a vírus, hogy a helyi hálózatot szépen tovább terjedt. És nyilvánvalóan azóta az összes magyarországi nagyobb cég ráfeküdt arra, hogy ezeket a képzéseket megtartsák a belső munkatársaknak. Valószínűleg tartom, hogy stresszteszteket is végeznek. Ugye a stresszteszt nem mindenki tudja a hallgatóink közül. Az azt jelenti, hogy előre nem jelzik a munkatársak hogy csütörtök reggel egy nyolcszor, akkor ö, mindenki kap egy vírusos levelet, és megnézik, hogy akkor a munkatársak mit, ki mit reagál rá, tehát valahol kell -e még valahol oktatni, és ha egyébként sikeres a, mondjuk a, a, a bejutás, akkor hogyan reagál arra a rendszer, meg a cég, mondjuk a központ megfekszik, vagy a pénzügy megfekszik, vagy a logisztikai részleg megfekszik. Tehát, hogy ezeket most már csinálják, és ugyanígy pentestereket is alkalmaznak, tehát azokat olyan külső vállalkozókat, akik, Azért fizetnek meg, hogy próbáljanak betörni a cégbe. Szóval, hogy ezek, ez elindult, mert ez fontos. Jó, de ezek általában nyilván, hiszen itt azért pénzről van szó, fizetni kell érte. Nagy, valószínűleg ezeket a nagy cégek. Tehát én biztos a Bosnál, biztos van ilyen, de mondjuk a nem tudom a, hát a tízfős parallaxisnál biztos nem. És amire hát célzok, igen, ez, ez a, a, És amire célzok, az pont az, hogy, és, és azt gondolom, hogy egy nagy cég, az maximum, ha esetleg belefut valami pénzügyi adatlopásos cuccba, az egyrészt sokkal jobban érvényesíti az eljárás során az akaratát, hogy a nyomozó ezt nyomozza ki és fejtse föl. Tehát ja, előbb fel. Fejték, ha ellopnak, mondjuk maradjunk a Bosnál, Bostól nem tudom, 100 millió forintot, vagy 50 millió forintot, mintha nem tudom, egy, egy, egy kis cégtől, én, 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 ezt állítom, hogy biztosan így van. Egyrészt, más, talán infrastruktúrálisan is több a lehetőségük, mert olyan rendszereket használnak, ahol jobban visszakövethetőek ezek a dolgok. részről pedig, másrésztről pedig, hát azért mondjuk, ha Bostól ellopnak 50 vagy 100 millió forintot, akkor azért lehet, hogy nem dől be a cég, de egy olyan olyan akinek van mondjuk nem tudom 25-50 millió forintos tartaléka a számlá vagy bármi hasonló, az ezért ott, ott komoly problémák lehetnek a, 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 kifizetésektől kezdve a, a, az egész cégbedőlésen hát bármeddig. Biztos van, igen, valami, ami mondtál, de ettől függetlenül azért azt mondjuk ki, hogy, hogy ha ilyenre gyanakszunk, már csak, már csak nem is biztos, hogy már látjuk, hogy eltűnt a számlánkra a pénz, meg hogy nyilván azonnal, de már hogyha csak gyanakszunk arra, hogy adathalászat áldozatai lettünk, abban a pillanatban, fe, telefonálni kell a bankunknak, a bankkártyáján mindenkinek ott van egy telefonszám, de az oldalukon is megtalálható, és vagy illetve a rendőrségnek, utána nyilván, tehát ők átadják az adatokat, a nyomozóatóság pedig elkezd utána járni dolgoknak, attól függetlenül, hogy most mi egy, egy multinacionális nagyváltóink, vagy csak egy személy, egy magánemberként. Úgyhogy ezt, ezt mindenféleképpen meg kell tenni, mert fontos, és a másik dolog, hogy igen, tehát egy, egy kis cég vagy egy magánembernek is már most, ugye, a technológia segítségével, technológiának köszönhetően már ezen a szinten is elérhetőek akár ingyenes megoldások is arra, hogy egy elég, elég jó szinten bebiztosítsuk magunkat. Ugye, azért nyilván ez. Ez mindig ilyen, hogy elég jó szinten. Nyilván itt mindig elmondják a szakértők is, hogy nincsen 100 rendszer, nincsen 100 biztonság, csak elég jó, vagy elég nehezen feltörhető, hogy már ne érje meg feltétlenül és a támadóknak azt, hogy bepróbálkozzanak. És ö, azért szerintem én a magam nevében biztosan mondhatom, de ne, nem tudom. Tehát hogy itt azért nyilván konkrét, specializált támadások, amikor valakit konkrétan célba vesznek, itt azért az átlagembert ezt nem fenyegetik, mert nem vagyunk annyira fontos üzleti, politikai személyek, hogy megérje őket, megérje annyi időt és energiát ráfektetni, hogy valakinek a telefonjához és a netbankjához és az e-mailjeihez is egyszerre hozzáférjenek. Ezért úgymond ez a dolog is talán védhet minket. És hogyha... digitális pénztárcát, bocsánat. Például, így van, így van, arról így van. Mindig. Egy, 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 néhány példát persze. Vagy ha például fölhív a telefon, azt mondják, hogy ha mi ezért pénzmozgás, ha a bankom, akkor azt mondom, hogy jó, akkor én most visszahívom a bankomat. És visszahívom a bankomat, és ott majd mondják, hogy hát itt nem, ez nem így működik, kedves uram. Ez egy nagyon jó ötlet, igen, hogy vissza, visszahívni, visszahívni, de hogyha csak tehát például a jelszavakból indulunk és ugye nyilván ez minden egy, mindenhol egy központi dolog. Rengeteg sok online fiókot használunk különböző, különböző felületeken, és én a jelszókezelők használatát, a jelszó password manager programok használatát, én azt mindig, mindig, mindig mindenkinek el szoktam mondani, hogy javallom. Ez egy olyan, olyan eszköz, ami egy jelszót kell, hogy megjegyez, egy mesterjelszót, és abban onnantól kezdve tudod tartal, el tudod tárolni az összes többi jelszavadat. Ezért meg lehet azt csinálni, ugye, hogy minden különböző oldalhoz különböző jelszót használsz. Így, hogyha véletlenül még egy oldalt feltörnek, nem az van, hogy ugyanazt a jelszót használtad mindenhol, és így az összes fiókod úgymond potenciális veszélynek van kitéve. És ezek mellett ugye két lépcsős azonosítás. Ugye a bankok már szerencsére már egy jó pár évesz kötelező, de a Facebooktól kezdve rengeteg más oldal is ezt támogatja, hogy egy, egy jelszó mellett mondjuk ugye küld egy telefonodra egy, esetleg egy, egy értesítést, Holdott egy, vagy. egy SMS, egy kulcsot, egy tokent, ami X ideig él, és az, hogy tényleg két rendszert is egyszer egy időben mondjuk feltörjenek, és figyeljenek rajta, arra azért már kevesebb az esély. És ha már jelszó, ha is elhangzott a jelszó, mert egy másfajta jelszó is, akkor hangozzék már itt el, ha ennyire a bankokra rámentünk ebben az, ebbe az adásba. Úgyhogy le, lehet, vagy lesz egy peres eljárás egy bankkal, vagy egy szponzorunk egy bank, de a viccen kívül a jelszó nagyon fontos, és nem csak a bankokra vonatkozik, ez mindenre vonatkozik, ahol jelszót használunk, és valamilyen szolgáltatást veszünk igénybe. A, ezek a szolgáltatók, bankok, bármi, nem kérhetik a mi jelszavainkat, mert ők sem tudják. Tehát, hogy nem, nem lehet az, hogy akkor most kérem, mondja el ön, hogy milyen jelszót, mi az ön pinkódja bárhova, vagy a bármilyen bankrendszerbe, vagy Bárhova, mert ők sem tudják ezt. Tehát nem tudnak visszaellenőrizni ez szerint ők minket. Egy bank egyébként, a, amit megkérdez általában, mert akkor ez, ez, ez is érdekes lehet, hogy megkér, mondjuk beazonosításhoz, ha ők hívnak és valami, vagy te, hív, vagy bocsánat, te hívod és, és valamit el akarsz intézni, akkor mondjuk elkérik a tudom, bankkártya számodat, meg mondjuk elkéri a, a anyukád nevét, meg mit tudom én, a születési dátumodat, tehát, dátumodat, tehát olyan dolgokat, amiket egyébként tud, tudhat más is, és mondjuk megkérdezi, hogy van-e, és ha van, akkor mennyi lekötött betét a számládon. Tehát azért nem akarom itten a bankokat csesztetni, mert tényleg ez azért az ember felelőssége inkább, mint a pénzintézeté, de nem nagyon kérnek olyat a beazonosításomhoz, ami egyébként ne, ne lehetne megszerezhető. Tehát értem én, hogy egy személyigazolvány számot nem lehet csak így elkéregetni, meg az is megszerezhető, de azért én, én jobban örülnék, ha, ha valahogy, valahogy ez ilyen biztonságosabb lenne. Én azért nagyon örülnék annak, hogyha nem perelne a valamelyik banka parallax hanem azt mondaná, hogy a Bos. Vagy a Bos, igen, hanem hogy figyeljetek, srácok! Én egy olyan hirdetést fogok csinálni a magyar podcast szénában, hogy nem az én banki szolgáltatásomat fogom reklámozni, hanem legyártatok veletek, srácok, mert úgy halljuk, hogy ti értetek hozzá. 12 spotot legyártunk, mindegyik spot 45 másodperc, ilyen alapvető dolgokat fog elmagyarázni, és ezt a 45 másodperces spotokat fogom kiajánlani magyar 50 leghallgatottabb magyar podcastok elé, hogy akkor gyerekek, itt van az OTP által, vagy a CIP, vagy valaki által finanszírozott biztonsági és ezt most úgy mondom, hogy amikor volt május végén a Magyarországi Podcast Fesztivál, amiről én nem voltam, csak hallottam mindenféle beszámolókat, ott is keresték a résztvevők, hogy vajon a Magyarországi Podcast szcénában hogyan lehet hirdetni, és minek van értelme. Hát én most akkor adok egy ötletet. Viszont nem ezt akartam mondani, hanem azt akartam mondani, Az agyammal látom, A minden szőröm föláll podcast fesztivál, amiken nem podcasteket díjazunk. Tudom, 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 de behoznék egy olyat, hogy. A szőlő mondják a hallgatók, biztos. Így van, így van. Így van. Ha, ha már a, a jelszó menedzselőkről, password manager, menedzserekről lett, vagy beszélt a Norbi, én behoznék egy olyan témát, hogy quiz custodiet, ipsos custodiet, azaz kiőrzi az őrzőket. Ez a kedvenc sorozatomnak és képregényemnek a, a felütése, a latin nagyon híres felütése ugye a Watchmennek, hogy, hogy oké, okay, van nekem egy mesterjel, de akkor arra nagyon kell figyelni a mesterjelzórral. És én itt behoznék egy olyan szempontot, amiről még nem beszéltünk. Én például használok kétfaktoros azonosítást, van, aminél SMS-t kapok, van, aminél fölhívnak, tehát egy, egy gépi hang fölhív, de én használok most már applikációt is, a Google Authentication-t használom, de van olyan online szoftver, aminek meg az Auti nevű kétfaktoros azonosítót használom. És én elkezdtem végig gondolni, hogy úristen, tehát hogyha én a telefonomat hagyom el, akkor azonnal be tudnak lépni a Facebookonba. az még nem annyira zavar, az már igen, hogy több mint száz Facebook oldalhoz férnek hozzá, közt a biznisz oldalhoz, ami össze van kötve mindenféle banki szolgáltatásokkal. Tehát, hogy az már ott egy kicsit komolyabb lenne. A telefonodat hogy véded? Biometrikus azonosítással? Igen, de és ha... Tehát, hogy de a biometrikus nem, tehát néha ki van kapcsolva, ebben most nem ennyiből miért, de néha ki kell kapcsolni valamelyik másik applikáció miatt, ami viszont nem, tehát nem tudja elviselni. Tehát ez a, a telefonját egyre inkább azt mondom, hogy az az elsődleges, amit meg kell védenie mindenkinek, mert nagyon átment minden dolgunk a telefonra. Jó, de ez most, akkor mondok egy másik másik felét, én most nagyon besz... A PayPal-lal, ugyanis nekem most megváltozott a telefonszámom, de úgy, hogy hirtelen kapcsolták ki a régi telefonszámomat. Nem az én nevem volt, és ebből volt egy kis vita, amit most nem akarok a nagy közönségre zúdítani, de a lényeg az egészben az, hogy nem félek hozzá két PayPal fiókhoz fiókomhoz konkrétan, mert ott megoldhatatlan ezt megold, és most a, a, a telefonszám régi tulajdonosával, és a, vagy a, a, tele, a régi telefonszámom tulajdonosával, és a Digivel levelezek egyszerre, hogy visszaszerezzem ezt a számot, legalább egy hónapra, vagy legalább egy pillanatra, értitek, hogy hogy visszatudjam. Tehát ennek is megvannak a hátrányai, mert azért a telefonszám nem életre szól, és, és azért közbejöhetnek olyan dolgok, amik azt számlatartozástól kezdve a elhagyom a telefonom, és, idő idő, még pótolom a szolgáltatótól, mert most csak egy gyorsan egy ilyen feltöltőkártyásra tudok beszaladni, valóva, vagy bármi hasonló. Tehát azért, azért szerintem ez sem egy feltétlenül, tehát ez sem egy jó megoldás, még mindig a legjobb. Én is jártam hasonló helyzetben, most a telefonos példát mondtad, én e-mail címmel voltam így. Ez speciális, viszonylag speciális helyzet az egyetemről kikerülve volt egyetem specifikus doménői e címem scienceunidep.hu, és amikor már ugye nem voltam, nem volt aktív jogviszonyom, akkor ugye ez automatikusan megszűnt. Most ez az, az teljesen oké, és csak hogy publikációktól, aktív futó projektektől kezdve minden azon keresztül ment, és, és hát hetekig, ha hónapokig nem is, de hetedig, hetekig kellett a Debreceni Egyetem IT osztályával e-maileznem a magánról, hogy de ez az enyém, és légy szállj, vissza, mert konkrétan a kutatásom egy férek hozzá, és úgy kellene. Szerencsére azóta az működik, de igen, a telefonnal ez, 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 ez még hatványozottabban. Van egyébként jobb ötletetek a telefonnál? É, van olyan Magyar podcaster, akinek van RFID chipje ültetve a, a, a bőre alá itt a, a nagy ujjár mellett, itt erre a bőrlebenyeg mögé, és ő ezt elkezdte aktívan használni. Egy csajról van szó egyébként. A van, vanda Nem, nem, a 20 perccel a jövőbennél b -b -b az egyik a, a csaj. Mert a Schumacher-vandának is van, de ő nem podcaster. De én azt hiszem, hogy nagyon kevesen lesznek olyanok, akik az RFID csipet hajlandók magukba ültetni. Én egyébként nem, nem tudok ilyet, tehát ez jó kérdés. De behozok sajnos még egy rosszabbat, haladunk a jelszómentes világ felé, amikor már jelszavak sem lesznek. És az meg szerintem még rosszabb lesz, mert ugye az úgy történik a belépés mindenhova, hogy te az e-mail címedre kapsz egy idéglenes linket, amin be tudsz lépni. Na, és akkor vessük össze azt -e azzal, amit mondjuk a Norbi mondott az előbb. De miért nem jó a biometria? egy app, egy, egy, globális app, vagy mit tudom én, és akkor az új. De akkor értem. meg ugye ugyanott járunk, amit mondtál. a az a az új adat, új, adat, és akkor nem, ilyen új hát amúgy, persze, nyilván, az a filmekben ez persze, persze, de nem, hanem ugye a single point of failure, tehát hogy hogy ha az egyhez elveszíted a hozzáférését, mint ugye a hoz az e-mail címethez, Épp de ezért amúgy nem feltétlenül szeretem minden, amik a gmail-le belépni, hanem kicsit ilyen régi módian, én regisztrálok szépen egy külön accountot, de nem feltétlenül kötöm őket össze, holott sok ez a kényelmi faktor, nagyon játszik. És, de amit mondtál, igen, tehát amúgy ugye létezik az autentikációnak, ugye három fokozata, vagy három lépcsője, és ugye a, a legkorábbitól elindultunk, azt ugye mindenki ismeri, hogy ez a, a jelszavak gyakorlatilag, valami, amit te tudsz de ugye ezt el tudod felejteni. Következő lépés volt az, hogy a, ami, a, ami, valamit van neked. Ugye ezek talán annyira nem elterjedtek itthon, de biztos találkozott már mindenki mondjuk ilyen tokenekkel, hardware tokenekkel, amik, amik ilyen egyedi azonosítóval szolgálnak, és, és ezekkel tudunk belépni. És ugye az utolsó szintje, amit már most említettünk, ugye ami meg te vagy, egy új lenyomat, egy, egy, egy retina scanner, egy arcfelismerés, és ö, ugye ezeket kombinálni is lehet, illetve a biztonságot így, így ö, több több szinten, vagy több aspektusban is megközítve fel lehet építeni. És ö, persze nem azt mondom, tehát mindegyik támadható valamilyen szinten, de, de van egy ilyen fajta elmozdulás ilyen irányba. Kedves rádiónéző hallgatóink, mit tehetnek azért, hogy nagyobb biztonságban legyenek? A kérdésem inkább arra vonatkozik, hogy csak közhelyeket tudunk puffogtatni? Akármennyire is triviális, akármennyiszer is hallottuk már, ha valaki a kedves hallgatók közül magára ismer, és azt mondom, hogy a jelszava az 1-2-3-4-5-6, akkor az most menjen és cserélje a jelszavát. Vagy a kedvenc kutyája. Igen, kedvenc kutyád, meg a gyerek születési dátuma, stb. Ezeket. A kedvenc gyereked nem. Ezeket a legkönnyebb a social engineering módszereivel kideríteni. Itt is azt tudom mondani, hogy a hosszabb jobb, mint a Paralaxis Patron változatánál, a jelszónál is az a jó, hogyha jó hosszú, speciális karakterekkel ellátott, különleges, ékezetes magyar karaktereket is használjuk, számokat. Hát már nagyon sok rendszer nem is, nem is enged máshogy. Sok rendszerben így van, ez már be van építve, hogy nem engedi, hiányzik a szám, hiányzik a speciális karakter, nincs elég karakter, stb. De még egyszer, még egyszer mondom, hogy én, én a jelszókezelőket, kezelőket én nagyon pártolom, ezeknek van asztali számítógépes, mobil verzió, a kettő egymással szinkronizált, tehát hogyha én telefon reggelek, akkor azt ugyanúgy látni fogom, és tényleg csak egy, egy, bony egy bonyolult, és titkos mesterjelszót azt meg kell tudnunk jegyezni, de azt az egyet kell megjegyezni. Én nem tudom, hogy vagytok vele, de számtalan alkalommal, szűk családi körömben találkoztam már ezzel, hogy jaj, hát igen, én azt már elfelejtettem, és mindenkire ráerőltetem a jelszókezelők használatát, és tényleg csak egy jelszót kell Nem, nem tudom a Facebook jelszót, nem tudom a Gmail jelszót, nem is akarom megtanulni, mert 30-40 karakter és össze-visszaságok. Erre már nincs szükség. Ezek, ezek, már most nem érvek, meg nem indokok, hogy jaj, hát ha mindenhova más jelszót kell, nem tudom megjegyezni. Ezeken már túl léptünk. Ti elmentitek egyébként a bankkártya adatokat mondjuk a böngészőbe? Ugye az biometrikusan is lehet igazolni, és még akkor is kér ugye adatot, általában a CVC kódot, még pluszban még el is kéri. Jó, jó kérés, és amúgy tök jó, hogy ezt megkérdezted. Egyrészt nem, tehát a jelszókezelőn kívül nem mentem el sehova, de és akkor ezt ezért mondom, nagyon jó kérdés, a banki adatokat még ott sem, a bankit, az, az még ott sem, azt tényleg csak fejbe és külön, azt még oda se teszem be. Akkor először válaszolok erre a kérdésedre, és kicsit megint messzebbről indultom. Ez egy trade-off. A trade-off az, és ez már erre már a Norbi utalta, vagy lehet, hogy te hogy ez azt jelenti, hogy ugye nincs os biztonság, és minél inkább törekedsz a biztonságra, valamiből olyankor lemondasz. Vagy a kényelemről mondasz le, vagy egy kicsivel több ideig tart az. Tehát akkor, amikor a Norbi azt mondja, hogy ő sok mindent elment még a mesterjelszó mögé a jelszókezelőbe, de a banki adatokat nem, ugye ebből mi következik? Az, hogyha ő utal, akkor az kézzel írja be. Ez a trade-off, hogy ő nem menti el, ezzel nagyobb biztonságot választja. Viszont a másik oldalon elveszt egy kicsi időt, mit plusz 20 másodpercet, vagy plusz fél percet elveszt. Ez a trade off -ja. Ezt a trade -offot minden ilyen ügyben mindenkinek magának meg kell hoznia, hát a legjobb tudomása szerint. Az én trade ott van ebben, hogy én nem mentem el a banki adatokat, meg a jelszavakat a laptopomon, és a telefonomon, de az otthoni megfelelően levédett munkagépemen, ott bizony elnézést kérek mindenkitől, ott el van mentve a bankkártyám az egyik büngészőben abban a böngészőben, amit én viszonylag biztonságosnak ítélek. Az ne De ezt nem mond meg, azt, az kelljen a hackereknek megtalálni, igen, nem mondd meg, hogy igen, Meg igen. a címe <laughs> az igen, meg ilyenek. <laughs> igen. Tehát, hogy, tehát, hogy ez a trade-off, én nekem az, azt, az bevállalom ezt a kockázatot cserébe, hogy a havonta, amikor utalok 6 x 8 szor különféle ügyekben, én nekem ott egy kattintás legyen, zárójel, ugyanakkor egyetlen egy utalás sem tud elmenni, anélkül, hogy a telefonomon a második faktorként a bank Elkéri az én jelszavamat. Tehát igazából azzal még senki nincs bejebb, hogy a böngészőm elmentette. De én ezt a trade offot meghoztam, ezt a, ezt, ezt, ezt a döntést. Ö, és akkor az volt a kérdésed, hogy egyébként. Csak közhelyeket tudunk-e mondani? Tehát szerintem igen. Tehát az okkam borotváját, az, az mindenki, tehát mindenkinek a szeme előtt lebegjen egy ilyen lebegő borotva. Ugye az okkan borotva az, az, az hogy ha valamire van egy bonyolult magyarázat, meg van egy egyszerű magyarázat, akkor nagyon ritka az, amikor a bonyolult magyarázat az, ami igaz, inkább az egyszerű magyarázat az, ami igaz. Hogyha engem leszólítanak a Szentendrei hévállomáson, hogy itt van tört arany, vajon az, az hamis arany lehet, vagy igazi arany lehet. Ugye elárultad, hogy... várja a Szenttedre, kell téged keresni. Tehát... Szentedre fele, igen, ez nem <laughs> olyan bonyolult, hogy kitalálni, igen. Tehát, hogyha én kapok egy e-mailt, kapok egy üzentető jófogáson, kapok egy a, a Facebook Marketplace-en, egy hülyén megfogalmazott, nagyon szépnek tűnik, az vajon azért, mert át akarnak venni, verni, vagy tényleg valaki velem olyan nagyon jót akar cselekedni, amitől én hirtelen 1500 dollárom lesz, vagy 2 millió dollárom. Tehát, hogy melyik a valószínű, Műbb. Inkább azt, hogy át akarnak venni, És ez az, tehát én tényleg nem tudok más mondani. Egyik egy konkrét példákon, nagyon sok konkrét példán lehet edukálni szerintem embereket, mert annyira kreatívak a csalók, hogy ha kettőt elmagyarázunk a, az embereknek, mondjuk a média unió elmagyarázna egy kampány keretében, akkor mint a hétfejű hidra, vagy nem tudom hány a hidra, rögtön kettő másik a helyébe. Tehát, hogy sajnos sok konkrét példán keresztül, csak az általánoságot tudom én a magam részéről mondani: mindenki gyanakodjon, ugyanis a józan paraszti eszét használja. Ne higgyetek senkinek. Csak nekünk? Így van, hát nekünk feltétlenül. De még egyszer, tehát egyikünk se biztonságtechnikai szakember, ebben a műsorban mi csak beszélgettünk erről a jelenségről, tehát. Ez egy olyan fajta edukációja, vagy, vagy terjesztése ennek az ismeretnek, ami, ami azt gondoljuk, hogy ez egy fontos dolog, és ö, erről beszélni kell. Úgyhogy ö, de nyilván nem vagyunk szakemberek ebben a témában, ez nagyon fontos. Viszont azért reméljük, hogy a mai adathalászatról szóló műsorunk segített jobban megérteni ezt a fenyegetést, és inspirált azzal kapcsolatban mindenkit, hogy hogyan védekezhetünk ellene. Médiazabálókkal pedig legközelebb szeptember 4-én érkezünk, akkor a közösségünk közösségi média korát vizsgáljuk majd ugyanebben a felállásban. Barkóci Norbi, Kubatovics Áron és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet, további kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.entv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Terjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.